10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nagy öröm, hogy ez a Fiók Maratoni, a 10. Fiók Maratonira is hasonló létszámú csapat indult, mint az előző években. Létszámot pontosan nem tudok mondani, mert az eredményhirdetés most folyik, vagy az eredményhirdetésnél kiderül. De egy biztos, a testi nevelés valahol, azt gondolom, hogy ezzel is jó úton járunk, hisz a testnevelőink, a pedagógusaink, de a sporttal foglalkozók is szívügyének tekinti mindenki. Így nem csak a négy község, hanem most még a Bábolna Sportkultúra Média Alapítvány is hozzájárult a szervezéshez, anyagilag is, és azt gondolom, hogy személyileg is. A 14 éves korosztályban győztes Ferenc Beatrix Bábolna. A Bozsik programon keresztül nagyon sok gyereket tudtunk megmozgatni, és azok a futó gyerekek, akik most a bábolnaiak között indultak, azok gyakorlatilag mind a két sportágat művelik, tehát részt vesznek a labdarúgó edzéseken is, és az atlétikai edzéseken. És nagyon fontos, azt gondolom, a jövő szempontjából és a felnövekvő nemzedék szempontjából, hogy tényleg mozogjanak, mert a mostani fiataljaink nagyon keveset mozognak. Ennek ellenére, hogy ezeken a rendezvényeken úgy tűnik, hogy azért van némi mozgás, de nagyon sok olyan gyerek van, és felnőtt is, aki még erre sem mozdul igazából meg. Tehát én sokkal-sokkal többet várnék, hogy többen megmozduljanak, ha csak kijönnek nézőnek, az is nagy lehetőség lenne, és ha az évek során azt tapasztaltattuk, hogy igazából nem nagyon jönnek ki nézni, de a létszám, úgy gondolom, aki megmozdul, az viszont a következő évben is megmozdul, és azért az minden évben jön, és a következő generációt is hozza magával. A 15-18 éves korosztály van győztese, tengyel Viola Bábor. A 10. verseny, ez egy nagyon szép évforduló. Alapvetően a Bécs Budapest Szupermaratoni adta az ötletet, hogy ezen az útvonalon, ahol nagyon lelkesen támogatták a versenyt, a gyerekek, lakosság nagy érdeklődéssel vett részt, itt is zajlódjék olyan verseny, ami kötődik ehhez. Hát a felkészülést nagyon komolyan segítik a helyi önkormányzatok, polgármesteri hivatalok, és hát mindig a Megyei Atlétikai Szövetség, és az általa szervezett támogatók. Az eleje az kicsit furcsa volt, de végül is sikerült a rajtot úgy elkapnom, hogy ahogy elképzeltem. Akkor itt a vége fel elkezdett itt fájni a lábam, de már éreztem, hogy már nincs messze, úgyhogy ki tudom bírni. Mindig a felnőtteken múlik, megteremtik-e azokat a feltételeket, azokat a közvetlen, közeli célokat, amelyekért megmozdulnak. Hosszú távban nem szabad gondolkodni ilyenkor. A gyereknek mindig az a fontos, hogy azon a napon, azon a versenyen a barátaival, az ellenfeleivel meg tudjon mérkőzni. És hát hosszú távon aztán biztosítani kell, hogy mindig legyen mire készülni. Négy önkormányzat és az iskolák minden évben hoznak annyi versenyzőt és annyi jól felkészült gyereket, hogy azt hiszem nyugodtan, boldogan mondhatom, hogy még nem volt baleset, nem volt olyan, aki egészségügyök miatt feladta, vagy egyéb ilyen probléma lett volna. Tehát készülnek erre a versenyre, úgy jönnek ide, hogy végig tudják eredményesen futni a távot. Köszönöm szépen!
programban, hogy ezekről